Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napon is egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami mostanában megfigyelhető tényleg rengeteg embernél, olyanoknál is, akiknél ezt nem is gondolnánk. Mire gondolok, ugye eme rejtélyeskedés közepette itt a felvezetőben, arra, hogy rengeteg ember szenved kisebbségi komplexusban, illetve önértékelési zavarokban, és olyan emberek is, akikről nem gondolnak. Olyan emberek, akik például közszereplők, akiket tényleg megcsodálnak az utcán, akár filmsztárok, szóval tényleg nagyon-nagyon sokan, illetve az olyan emberek közül is, akik nyilván földönjáró munkát végeznek. Úgyhogy erről érdemes beszélgetnünk a mai napon mindenképpen itt a fehérvári beszélgetésekben. Vendégem a stúdióban Egei Tíme, a párkapcsolati tanácsadó és mediátor. Szia, köszöntelek téged! Szia Zoli, üdvözlök mindenkit! Nem is olyan régen beszélgettünk itt a Fehérvár televízióban, ugye a féltékenységről, megcsalásról. Szóba került akkor az önértékelési zavarok, a kisebbségi komplexus, és eldöntöttük, hogy erről mindenképpen kell, hogy beszéljünk, mert tényleg egy olyan, mondjuk így, hogy össznépi, össztársadalmi jelenség manapság, hogy tényleg most már gondolom te is látod ezt, nyilván szakmádból kifolyólag, hogy tényleg vészes méreteket ölt az, hogy az embereknek önértékelési zavaraik vannak, nem tudják konkrétan, hogy hol a helyük ebben a tekintetben, nem tudják magukat tényleg elhelyezni sehol, és mindenképpen kezelendő dolog, és mindenképpen kibeszélendő dolog ez itt a Fehérvár televízióban, úgyhogy ezért gondoltunk erre, hogy erről mindenképpen a mai napon beszéljünk itt a fehérvári beszélgetésekben. Ez a téma is megérne több misét, én azt gondolom, most 25 percünk van erre, úgyhogy ami belefér, azt mindenképpen elmondjuk, és persze jó tanácsokat is adsz ennek a kezelésére. Ahogy szoktuk, megkapirgáljuk a felszínt, a legfontosabb dolgokról nyilván szót fogunk ejteni. Igen, ahogy mondtad, ez valóban egy mondhatni világméretű probléma, aminek nagyon sok mindenhez van köze. Ennek az önértékelési válságnak, vagy kisebbségi komplexusnak, ahogy szokták mondani, és különböző korokban is kialakulhat. Nagyon gyakran belefutok abba, tartja magát a tévhit, hogy ez csak és kizárólag gyerekkorban alakulhat ki, vagy onnan eredeztethető. Nem. Életünk bármely szakaszában előjöhet, és nem muszáj ahhoz traumatikus gyerekkorunknak lenni, hogy néha egy-egy élethelyzetben, vagy egy-egy probléma, vagy megoldandó feladat, vagy élethelyzet kapcsán azt érezzük, hogy ez rajtam kifog, vagy ehhez nem vagyok elég. A kérdés az, hogy ez milyen méreteket ölt, hogy tényleg megoldandó feladatnak tudjuk-e felfogni, vagy pedig valóban elönt minket az a fajta szorongás, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, és akkor valóban egy nagyon komoly önértékelési probléma, válság alakulhat ki ezzel kapcsolatban. Van, aki meg egész életében ezzel küzd. Igen. Érdekesen működnek az emberek, ugye tényleg ahány ember annyiféle megoldás, tehát egy sablon nem lehet ráhúzni semmilyen témára. Ismersz te is, én is, tévénézők is, nyilván rengeteg olyan embert, akinek azért, hát, ahogy szokták mondani, nem egy matyó hímzés, de olyan elképesztő önbizalma van, hogy hihetetlen. És van egy csomó ember, aki mondjuk a matyó hímzésebb kategóriába tartozik, és egész életében mondjuk ezzel a dologgal küzd. Szóval ez gyerekkortól lehet egyébként, tehát ahogy mondtad, nem biztos, hogy gyerekkorban jön elő, jöhet ez felnőtt korban, de mindenképpen ezeknek a dolgoknak valami gyerekkori háttere lehet? A legtöbb esetben egyébként igen, és egyébként a matyó hímzésre visszatérve, vannak olyan emberek, akik egész életükben rendkívül jól kompenzálják ezt, és rendkívül jól elrejtik. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolná az ember, ha rájuk néz, hogy fú, ez aztán mennyire ott van, micsoda ember, milyen önbizalma van, és lehet, hogy szorong, iszonyatosan igen. Szorong. Hogyha a gyerekkorba visszamegyünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván az elsődleges szocializációs közegünk, ami a család, fogja meghatározni azt, hogy én miként tekintek magamra. Képes vagy nem képes emberként, kompatibilis vagyok, vagy nem vagyok kompatibilis. Szeretetnek érzem-e magam, vagy nem érzem magam szeretetnek. Tehát ez azért ott fog eldőlni, meg hogy milyen útravalót kapok podgyászt a szüleimtől, amikor én útnak indulok, az identitás keresés útvesztőiben, hogy képes vagy rá, meg tudod csinálni, bízom benned, szeretlek. Ugye ezek lennének azok az alapmondatok, amit minden gyereknek el kellene mondani, és nem pedig hülye vagy fiam. Igen. Mint az nagyon gyakran, vagy te ehhez kevés vagy, vagy ne is próbálkozzál, igen, mert ez meghaladja a képességeidet. Persze, nem kell, majd ez másnak való, nem neked való. Igen, tehát ez igen, a fajta... Tehát, hogy innen indulhat a dolog, vagy pedig a másik, hogy amit nagyon sok szülővel is beszélek, jaj, a gyerekem olyan önbizalom hiányos, igen. És te? Ja, hát én is. Hát akkor... Szegény gyerek, tehát nem kap olyan inputot nagyon sokszor által. A gyerek ugye nem csak a szülőnek, hanem néha még akár a nagyszülőknek, vagy ugye hát mióta van ez a
bizonyítottan létezik ez a transzgenerációs problémakör, bizonyítottan cipelhetjük nem csak közvetlen szüleinknek vagy nagyszüleinknek az ilyenfajta problémáit, hanem akár távolabbról is eredeztethető ez a dolog. De alapvetően a legtöbb esetben gyerekkorból vagy kamaszkorból. Hiszen ugye akkor, amikor a kamasz elkezdi a saját identitását keresni, és ki is alakítja, és leválik a szülőkről, a saját kis közegéből kikerül egy másfajta közegbe, ahol igenis keményen megítélik, mert ugye a gyerekek meg a kamaszok azért kíméletlenek tudnak lenni, erről mi szülők tudnánk mesélni, a görbetükörről meg a kíméletlenségről, és ott már eleve van egy összehasonlítási alapja, hogy a másik milyen, én milyen vagyok. Tehát ugye ebben benne van vastagon az én képünk, az identitástudatunk, a hátterünk, hogy honnan jövünk, és folyton folyvást összehasonlítja magát az ember, és ha úgy érzi, hogy ebben a megmérettetésben alul marad, akkor bizony kialakul az önértékelési zavara. A testképzavar is például egy ilyen dolog, tehát a testképzavaros ember, ő nagyon durván kisebbségi komplexusban szenved, hiszen folyton azt érzi, hogy ő nem elég jó, nem elég szép, nem elég sovány, nem elég ilyen, nem elég izmos, nem akkor tudom. Akkor lehet a konditermeknek is nem csak az a sikerének a titka, hogy az emberek sportolni akarnak, hanem benne van egy jó nagy a kisebbségi komplexus is? Hát hogyne. Egyrészt, másrészt pedig egy fiatalság és szépségkultusz központú világban élünk. Ahol már tudományosan is bebizonyították, bár nem tudom, hogy ez mennyire tudományos, de tehát van benne valami, hogy a szép emberek a mai világban sikeresebbek, ez mint a kevésbé egyébként? Szépek. Mondjuk az hihetőnek tűnik egyébként. Van benne valami, van benne valami azért, mert amikor az ember megítél valakit, az nagyjából 4 másodperc. És a külsőjét látja, és nyilván nem tud a belsőjébe elmélyedni. Így van, és a külsőről fogja megítélni. Tehát nagyon sokat számítanak a külsőben a státusszimbólumok, a drága, persze, mindenféle kiegészítők, órák, stb., vagy drága ruhák, és ez is tud adni az embernek egyfajta olyan önbizalmat egyébként, ami nem mindig pótolja azt, hogyha valami nagyon mélyen hibázik, persze, akkor ezt nem pótolja, de kompenzálunk vele. Uh-huh. Ahogy kivettem a szabadból, ugye mondtad, hogy gyermekkorból azért sok minden származtatható, akkor nyilván a gyereket nem is szabad, és nem is kell elkényeztetni, hogy mindent megcsinálunk helyette, mert akkor egy idő után ugye azt gondolja, hogy ő erre nem képes, mert anya meg apa mindig megcsinálta helyettem. Hát két irányba mehet el ez a dolog, a gyerek vagy életképtelen lesz, igen, és nem azért, mert hogy azt gondolja magáról, hogy nem képes rá, hanem azért, mert egy picit ilyen egocentrikus lesz, hogy nekem ez jár, majd mások megcsinálják helyettem. A másik pedig az, hogy nem tanul meg küzdeni azért a valamiért. Tehát, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát és sarkos példát, azok az emberek, akik nem születnek olyan alkattal, ami ma divatos és elfogadott, de mondjuk elkezdenek dolgozni érte, küzdenek, életmódot váltanak, diétáznak, fogyókúráznak, és elérik azt, amivel más születik. Számára ez mennyivel értékesebb dolog. Persze. És mennyire büszke lesz rá, hogy meg tudtam csinálni. És már lesz egy kipipált eredménye, sikerélménye, hogy meg tudom csinálni. Tehát, hogy nem baj az, ha megtanítjuk a gyereket valamiért küzdeni, mert ezzel pont az önbizalmát fogjuk erősíteni, hogy meg tudod csinálni, ügyes vagy, és amikor kitűzzük már felnőtt korban ugye a nagyobb életcéljainkat, a hosszú távú elképzeléseinket próbáljuk megvalósítani, ezekhez mindig apró lépéseken keresztül vezet az út, és hogyha ezek az apró lépéseket sikerélmény kíséri, igen, akkor már rögtön megvan az, hogy de én képes vagyok rá, meg tudom csinálni. Igen. Ugye a másik, amit felelőssé tesznek, miatt nem csak a gyerekkor, hanem eddig volt a média, meg ugye belépett egy új, szerintem a világ legnagyobb színháza, a közösségi média. Itt gondolhatunk a fényképesre, gondolhatunk, ahol lehet egy kicsikét társadalom, egy csomó minden van, de Magyarországon ez a kettő a legelterjedtebb. Ugye egy darabig az volt, hogy úgy szerettek volna kinézni nagyon sokan, mint a filmekben, az a férfi főszereplő, az a női főszereplő, és ugye ez a közösségi oldalakon már megvalósult a rengeteg filternek köszönhetően, vagy éppen nem köszönhetően, hogy tényleg ki van egy ismerősöd képe.
És konkrétan nem ismered meg, hogy ő az már annyira el van tényleg szépítve, filterezve, hogy tényleg gondolkodni kell, hogy ki az, vagy meg kell nézni, hogy éppen kinek az adatapján vagy az idővonaladon tényleg, hogy éppen ki az, akit ábrázol. Nyilván ez is egy nagyon nagy önbizalom hiányról tanúskodik, hogyha valaki mondjuk folyamatosan filterezi a képeit, folyamatosan cserélgeti a profilképét, amit szintén több embernél megfigyelhető. Igen, kell neki ilyenkor valamiféle külső megerősítés jelen esetben, ugye a tetszik jeleg formájában, hogy te értékes vagy, te szép vagy, te másoknak tetszel. Igen. És igen, azt gondolom, hogy ezzel a rengeteg retusálással, meg szűrővel, amiket föl lehet tenni a fényképekre, valóban egy nem valós képet tud az ember közvetíteni magáról, igen, amivel esetenként saját magát is becsapja. Persze. Hiszen ha valóságban nem így nézel ki, de 300 vagy 500 vagy 1000 ismerőssel elhiteted, hogy igen, akkor valójában kit csaptál be. Igen. És ne menjünk nagyon messze, a múltkor láttam, tehát hogy nem nagyon szoktam tévét nézni, megmondom őszintén, a múltkor egy baráti társaságban valahol a háttérben ment egy tévé, és egy ilyen nagyon nagy képernyős tévé volt, és így rácsodálkoztam a műsorvezetőkre, és így mondtam a társaság többi tagjainak, hogy nézzétek már meg a műsorvezetőket, hogy olyanok, mint mikor valaki a szépítés funkciót a telefonján 80%-ra állítja. Uh-huh. És élőben ment az adás, és akkor mondta az egyik barátunk, hogy jaj, hát ezek a kamerák, ezek már ilyen beépített funkciókkal rendelkeznek, nem csak a fényképezők, vagy a mobiltelefonok, hanem a kamerák is. Tehát, hogy eleve olyan volt az arca, mintha rajzolt lett volna. Igen. Tehát nincs azzal baj, ha valaki tényleg így néz ki élőben, biztos, hogy van, aki ilyen szerencsés, de alapvetően az, hogy az összes kis szarkalábat, meg ráncot nyakáról, arcáról eltünteti eleve már az élő adás keretében, és akkor ott ül az egyszeri nő a tévéképernyő előtt, és azt mondja, hogy fú, ez a nő már, mit tudom, 56 éves, és hogy néz ki? Egy kis középső. És én is így akarok kinézni. De nem fog úgy kinézni, mert az a valaki sem úgy néz ki a valóságban. Persze, tehát, hogy egyrészt a smink, meg a filterek, a szűrők, meg stb. De ilyenkor kit akarok becsapni? Én azt gondolom, hogy azoknak van erre szükségük, akik nem tudják magukat elfogadni alapvetően olyannak, amilyenek. Uh-huh. Mert nagyon sokan vannak sajnos, nagyon, tényleg, hogy tapasztaljuk. Sokan. Tehát beszéltünk előbb a konditermekről, beszéltünk ezekről a filterekről például, hogy rengetegen használják, megmondom, hogy nagyon kevés embert ismerek, aki ne használna a közösségi oldalakon filtert, mondom, bármelyik oldalon, mindenki szinte használja, tényleg nagyon kevés. Én nem használok filtert, Zoli. Ha hiszed, ne, azt gondolta, nem. Azt gondolta. Én nem használok filtert, én vállalom, ez van, igen, így nézek ki. Uh-huh. Tényleg nem használok filtert, igen, hogy soha nem rakom rá a szépítés funkciót. A másik, aminek egyébként nagyon nagy csapdája ez a filterezés, hogyha valaki mondjuk ugye nagyon elterjedtek ezek a ismerkedős párkereső oldalak, ugye ezekből is van egy csomó. Tehát valaki most, egy reális példát nézve, valaki mondjuk ott feltesz egy képet magáról, agyon filterezve, agyon szépítve. Hát, hogyha találkozik a jövőbeli beutaltal, hogy szoktam mondani, akkor nem esik le neki, hogy lehet, hogy meg se fogja ismerni, és egy hatalmas koppanás lesz ez az ő részére, hogy úristen, hogy nézel ki, bezzek képen milyen jó csaj, vagy milyen ezt jó képű voltál. Ezt mondtam, hogy alapvetően kit akarsz becsapni. Másrészt pedig azt gondolom, hogy már abból is nagyon sok mindent le lehet szűrni, hogy ki milyen fajta képet tesz fel magáról. Tehát, hogy értem én, hogy meg kell mutatni a világnak, hogy milyen szép izmos hasfalam van, vagy hogy mennyire szép a dekoltázsom, de nem biztos, hogy ennek itt és most van a helye. És nem biztos, hogy ezzel kell fölhívnom magamra a figyelmet, ha csak nincs valami a háttérben, amit ezzel kompenzálni szeretnék. Uh-huh. És most nem a szép és esztétikus fotók ellen van kifogásom, hanem a kihívó és a nem helyén való pózolások, meg fotók ellen szólok, ha mondhatok ilyet, mert az is azt mutatja, hogy nem egészséges adott embernek az önbizalma, ha erre van szüksége. Vagy pedig csak nem tanították meg, hogy mi az, ami nem helyén való, és hogy visszaélhetnek az ilyen típusú fotóival bárhol, bármikor. Persze. Ugye a másik szintén ez lehet a plasztikai sebészetnek, vagy az esztétikai beavatkozásoknak a titka nyilván, hogy az emberek elégedetlenek, úgy szeretnénk kinézni, mert azt gondoljuk, hogy a tévében, meg a közösségi oldalon lévő ismerősök, nem ismerősök így néznek ki, én meg milyen csúnya vagyok, na akkor gyorsan kicsit szabatok, injekcióztatok, nyilván ez egy nagyon nagy löket, hogy valaki meginduljon erre felé.
Hát ez megint csak egrészt, hogy egyre több ember számára elérhetővé válik a szépségipar. Ennek igen, mert ez egyébként a szolgáltatás, ez egy elérhető már szinte majdnem mindenkinek. Elérhető, és nagyon sokan ebben látják a boldogulásnak, a boldogságnak, meg a sikernek az állogát. Hogyha szebb lesz a szám, nagyobb a cicim, vagy kevésbé ráncos a homlokom, akkor biztos, hogy nagyobb eséllyel találok magamnak partnert, holott én azt gondolom, hogy alapvetően nem ezen múlik, és aki egyszer bekerül ebbe az ördögi körbe, az a baj, hogy nem fog tudni utána kiszállni. Igen. Tehát, hogy itt is különbséget kell tenni az között, hogy valaki azért műteti meg például a melleit, mert az életminőségében egy nagy változást fog hozni az, hogyha neki tényleg nagyobb lesz a kosár mérete, és azt fogja mondani, hogy akkor most ez hibázott a boldogságomhoz, és lehet, hogy tényleg, és ott meg is áll, és van az a fajta ember, aki mindig egy újabb és újabb javítani valót fog magán találni, mert alapvetően belülről nem látja magát sem jónak, sem elég szépnek, sem szerethetőnek, sem elfogadhatónak. És minden egyes ilyen plasztikai beavatkozás, vagy minden egyes ilyen szépészeti beavatkozás, annak az ígéretét hordozza magában, hogy na majd a következőnél boldogabb leszek, de nem leszek. Nem. Lehet a várakozás az maga boldogság, úgyhogy na majd innentől jól lesz, de hogyha megkapja magát az, ugye ez a regszebb ruha is addig szép, amíg ki nem fizeted, aztán utána majd jön egy másik, ez is, hogy várakozóra. Hát meg jön a megszokás, meg igen, utána megszokom. Mindig a... Tudom, hogy az embereknek kell az újdonság varázsa, és kell az, hogy vágyakozzunk valamire, de nem szabad abba a hibába esnünk itt sem, hogy fontosabb legyen mindig ez a fajta sóvárgás, mint maga az, hogy amit megvan, annak tudjál örülni. Uh-huh. Tehát ez olyan, mint az adrenalin függőség. Egyszer leugrottam, kétszer leugrottam, harmadszor leugrottam, és innentől kezdve már nem tudok ugrás nélkül élni. Uh-huh. Tehát, hogy csak akkor vagyok boldog, ha abban a két percben elönti az adrenalin mondjuk a szervezetemet. Igen. Tehát meg kell tanulni azzal is együtt élni, amink van, ha meg valamivel nem vagyunk megelégedve, és úgy érezzük, hogy ez okozza a kisebbségi komplexusunkat, akkor dolgozzunk rajta. Tehát vannak olyan dolgok, amin igenis lehet segíteni, számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre, van, ami nem is anyagiakhoz kötött, akkor dolgozzunk magunkon. Tehát a kis lépéseknek az örömét is észre kell venni, és ahhoz, hogy egy bizonyos változás bekövetkezzen az életünkben, ahhoz meg kell tanulni változtatni. Uh-huh. Ami viszont rajtam múlik, az csak és kizárólag az én saját hatáskörömön belül van. Az elépíti a komfortzónádból jellegű? Nem feltétlenül komfortzóna, de az én hatáskörömön belül tudok dolgokon változtatni. Ha én le akarok fogyni, akkor nem fogok attól lefogyni, hogy ilyen videókat nézek, vagy irigykedem azokra, akik mert a konditeremben megcsinálják a 300 felülést. Akkor menjek el én is, és lehet, hogy csak 10 felülést fogok tudni megcsinálni, de elkezdem. Persze. Tehát ezt értem én az alatt, hogy saját hatáskörömön belül. Tehát, hogy senki nem fog helyettem változtatni. Én elkezdek változtatni, ami fogja hozni a várt változást az életembe. Uh-huh. És akkor már dolgozni tudok a saját kisebbségi komplexusomon, vagy pedig beleragadhatok, és egész életembe utálkozhatok, és gyűlölhetek mindenkit magam körül, akinek jobb, szebb, valamilyenebb, vagy valakinek többje van, vagy ilyen. Igen. Ilyen, olyan. De például van olyan is, akinek nem is biztos, hogy kell nagyon változtatni, és egy olyan kisebbségi komplexusa van, ami tök nem valós. Most mondjuk az előző témáról elrugaszkodom, hogy valamiben úgy érzi, hogy nem elég jó, és nem is biztos, hogy tehát ennek nincs meg a valóság alapja, akkor az a mit lehet tenni? Hogy lehet őt meggyőzni, vagy bebizonyítani, hogy figyelj, ez itt teljesen jó, tehát ezen ne változtass, mert úgysem tudsz, meg nem éri, meg innen már nincs tovább nagyon. Nem lehet meggyőzni. Azt gondolom, hogy ilyenkor szoktak jönni a vélt vagy valós racionális meggyőzések, hogy de jó, nem. Tehát nem fogjuk tudni meggyőzni. Erre való például a kognitív viselkedés terápia. Az jó hangzik, az mi magyarul? Ami arra való, tehát a viselkedésedet változtatja meg a hozzáállásodat, tehát megvan ennek a maga kis struktúrája, meg vannak szakemberek, akik ebben nagyon jártasak. Ilyenkor feltérképezik azt a te alaphiedelmedet, ami miatt te azt gondolod, hogy nem vagy elég jó, nem vagy elég szép, nem vagy elég szerethető. Igen. A köztes hiedelmeidet, az ehhez kapcsolódó automatikus gondolataidat, a negatív érzéseidet, és segítenek átstruktúrálni ezt az egészet. De ez nem egy sima meggyőzés. Uh-huh. Sem pszichológus, sem a barát nem fog tudni téged arról meggyőzni, hogy elég szép vagy, ha te nem érzed annak magad. Persze, ez így van. Sőt, a párod sem, inkább tönkre megy a kapcsolatod, mert gyötörni fogod őt azzal, hogy de szeretsz eléggé, de elég szép vagyok, de akkor sem fogod neki elhinni. Igen, sőt, akkor párod is már, hát tényleg akkor nem elég.
Nem? Tehát őt is meggyőzed arra, hogy nem vagy elég. Nem feltétlenül, viszont rámehet a kapcsolat azzal, hogy neki folyton bizonygatni kell valamit. Persze. Tehát, hogy ilyenkor érdemes segítséget kérni, és ez egy nem egy Istentől elrugaszkodott dolog. Tehát, hogy nincsen benne, azoknak mondom, akik félnek a pszichológusoktól, hogy nincsen benne semmilyen pszichorizsa. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag józanparaszti ésszel működünk együtt, csak segít a szakember struktúrába foglalni, és neked átkeretezni ezt az egészet, a magadhoz való viszonyulásodat. Ugye szinte minden területen megfigyelhető az életben, hogy vannak ezek a úgyhívjuk, hogy keselyük, akik rárepülnek egy dologra, és ők mindenáron idézőjelben segíteni akarnak neked. Gondolok itt a különböző videó megosztókon lévő videókra, amiért ugye több esetben nem kell fizetni, de aztán ugye már előbb-utóbb, hogyha mondjuk mélyebbre akarsz ásni, akkor fizetni kell, és nem mindig valóságot tükrözik, vagy azt a fajta megoldási javaslatot, ami tényleg valóban megoldaná. Ott van egy csomó önsegélyező könyv, tényleg ez a válts valóra magad, valósítsd meg az álmaid, legyél ilyen, legyél olyan, hogy ezeket ajánlod mondjuk az ilyen embereknek, mert ezek ugye elvileg arra hivatottak, hogy segítsenek, vagy ez nagyon nagy csapda lehet, és inkább a szakember legyen. Bizonyára van olyan ember, akinek segít egy ilyen olvasmány, vagy egy ilyen videó. Vannak olyanok, akik ki tudják belőle mazsolázgatni azt, amit ők maguk meg tudnak valósítani, de van, akinek csak a szorongását növeli nagyobbra. Uh-huh. Mert mindenkinek sikerül, csak nekem igen, nem. Igen. Úristen, hát ő neki sikerül segítség nélkül, akkor nekem miért nem? Van, amikor ennél összetettebb és komolyabb ez az alaphiedelem probléma, vagy sokkal komolyabb múltam van idézőjelben, vagy traumám, amit nem tudok egy önsegélyező könyvvel, vagy egy videóval megoldani. Uh-huh. Szerintem ugyanannyit tud segíteni, mint rombolni. Uh-huh. Igen. A másik ugye, most nyilván nem, neveket nem akarok mondani, vannak nagyon nagy sztárok Magyarországon, kiállnak egy színpadra, és megmondják a frankot, hogy én innen jövök, és milliárdos lettem, megcsináltam, mert az életemet elolvastam egy könyvet, elstruktúráltam teljes mértékben, és ez neked is sikerül, mert nekem is sikerül. Nyilván ismersz te is rengeteg ilyet, meg a nézők is ismernek nyilván rengeteg ilyet. Mennyire érdemes az ő szavukra adni, előadásukat meghallgatni például, mert nagyon komoly rajongótáboruk van ezeknek az embereknek. Tehát ők ugyanolyan celebek, mint bárki más, azt gondolom, és ugyanolyan okosságokat mondanak, mint bárki más. Azért nem, tehát még csak azt sem mondhatom, hogy nem hitelesek, csak azért nem érdemes egy ilyenre építeni egy változástervet, vagy egy életet, mert az az ő élete, az ő megoldási stratégiája volt. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amit a sikertörténetekből ki kell venni, az annak az üzenete, hogy nekem is sikerülhet. Igen. De nem biztos, hogy úgy, ahogy neki, nem biztos, hogy ugyanazokkal az eszközökkel, nem biztos, hogy azt kell nekem csinálnom. Ők nagyon megmondják a tutit, meg adják a jó tanácsot, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. A szakemberek soha nem adnak tanácsot. Ők abban támogatnak téged, amiben te vagy jó, vagy azt segítenek felfedezni, ami a te erősséged, hogy azzal a te megoldási stratégiáddal old meg a saját problémáidat, és nem valaki, aki megmondja neked a tutit, hogy így kell, vagy úgy kell megoldani. Uh-huh. Tehát, hogy ettől függetlenül, ha valaki úgy érzi, hogy neki ez segít, és erre a löketre van szüksége, hogy meghallgassa XY-t egy színpadon másik 10 000 emberrel együtt, tegye. Okay. Meg is válaszoltad nagyjából a kérdésemet, közelítünk sajnos nagyon a műsor vége felé. Hogyha valaki tényleg felismerte magán, hogy ilyen önértékelési zavaros, vagy kisebbségi komplexusa van, mi az, amit mondjuk most rögtön a tévéműsor megnézése után megtehet és nekiállhat, hogy javítson ezen a dolgon? Az első és legfontosabb az, hogy próbálja meg összeszedni azokat a dolgokat, amiben úgy gondolja, hogy ő jó, hogy ő értékes, valami, amire ő büszke. Uh-huh. És kezdje el írogatni ezt a listát, és egy vagy két hétig folyamatosan minden nap írjon hozzá valamit, biztos vagyok benne, hogy hozzá tud írni. És a végén lesz egy olyan kis összeírása, vagy hát nevezzük listának, amin rajta van 20, 30, 40, 50, 100 dolog. Mert igenis mindenkiben vannak jó dolgok. Igen. És mindenkiben van valami, amire büszke lehet. Csak ne vegye ezt teljesen természetesnek. Most az, hogy járunk, lélegzünk, megtanultunk beszélni, mondhatjuk, hogy ez teljesen természetes, de ha megnézel egy olyan embert, aki mondjuk láb nélkül született, vagy aki siket, vagy aki néma, vagy stb. Kiderül, hogy nem is annyira alap. Világos.
Tehát most nem azt mondom, hogy erre legyünk büszkék, de legyünk érte mondjuk hálásak. És ezen felül nyilván van egy csomó olyan dolog, amiben én igenis jó vagyok, és értékes vagyok, és ha már a saját képességeimmel tisztában vagyok, ez már egy nagyon-nagyon jó kiindulási pont ahhoz, hogy utána elkezdjek dolgozni magamon, hogy leküzdjem életem azon területén, ahol problémám van, ezeket a kisebb rendűségi érzéseket. Témi, köszönjük szépen neked a rengeteg jó tanácsot. Köszönöm. És önöknek is köszönöm természetesen, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is.